A Lajta Néptánc Együttes ünnepi gála műsorát szervezte meg október 27-én és 28-án a Flash Központban. Az együttes 5 évvel ezelőtti jubileumi előadása szintén nagy érdeklődésnek örvendett, így a szervezők úgy gondolták, hogy idén két műsorral ünneplik meg az évfordulót. Elsőként az együttes óvodás tagjai léptek színpadra, akik kisalföldi polgári táncokat mutattak be. A műsor keretein belül a közönség különböző tájegységek népi táncait tekinthette meg, így az érdeklődők láthattak olyan táncokat, amik a Bakonyból vagy akár az Alföldről származnak. A táncok megismeréséhez táborokat szervez az együttes a tagok számára, ahol testközelből ismerkedhetnek meg a helyi táncokkal, hagyományokkal és személyesen is találkozhatnak az ott élő táncosokkal, akik rendszerint barátságosan fogadják a vendégeket. Elkezdtünk közösen nyomozni különböző táncok után, olyan táncokat kerestünk, akiknél még fellelhető ma is a tánc, vagy legalább néhány olyan ember, aki ezt a táncot eltáncolja nekünk, ha már nem is él a tánc. És meglepődtünk, mert Erdélybe kimenve valami csodálatos világot láttunk. A Lajta Néptánc Együttes 1987-ben indult útjára, és már akkor 150 taggal rendelkezett, ez a létszám pedig az évek során átlagosan fent is maradt. Az együttes nem titkolt célja, már a kezdetektől fogva, hogy megfelelő utánpótlást és ezáltal elegendő felnőtt táncos neveljen ki az évek során. Ennek sikerességét jelzi, hogy az együttes fellépésein a színpadon számos korosztály megfordul, a legkisebbektől az idősebbekig. Nem volt ez másképp a gála műsoron sem, a táncosokat pedig a Sárarany népzenekar kísérte. A kétnapos ünneplés alatt az előadásokon kívül különböző programmal várták az érdeklődőket. A programokhoz pedig nem csak Moson-Magyaróvárról, hanem messzebbről is csatlakoztak a táncosokhoz. Az egyik nap mi táncoljuk az eleki táncokat, másnap pedig jönnek az elekiek és ők táncolják. Illetve lesznek vendégeink Erdélyből, Székről és Visából, Székről zenészek is lesznek. Ma este a műsor után mindjárt egy széki táncház lesz, csak széki egész éjfélig. Holnap viszont a műsor után minden más tánc is megjelenik a táncházakba. A teljes gála műsort hamarosan televíziónk adásán is megtekinthetik.